Plakátok, zászlók, újságcikkek, megpakolt képek, régi tárgyak. Település történeti kiállítást rendeztek a Röszkei Művelődési Házban. Több mint 100 esztendőre tekintett vissza a bemutatón, amelyek különösen a diákok szemléltek érdeklődve. Akadt a tárlaton olyan egykori szavazatgyűjtő láda, amelyet a mai napig használnak. Igaz, ma már mozgó urnaként. Ezelőtt kezdtük el, és eddig minden évben, január hónapban rendeztük ezt a kiállítást. Az előtte lévő években két évente, három évente rendeztük meg. A kiállítás anyaga igazából többféle dologból áll össze, fényképekből, dokumentumokból, tárgyakból, relikviákból. Akiket fogadunk, bárkit, akit érdekel, a mai nap folyamán a megnyitóra az általános iskolásokat vártuk, tartottunk egy kis településtörténeti előadást. A lényege az volt, hogy a mai fiatal korosztály is úgymond megismerkedjen ezzel a történelemmel, azzal a történelemmel, amit szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak, és nagyon érdekelt a dolog őket, úgyhogy a holnapi nap folyamán is jön hozzám egy csoport, és ebből újra előadást fogok tartani. Hány évtizedet ölel át az anyag? Nagyon sokat. Igazából plakát gyűjteményünk a 30-as évekből is van, a 40-es évekből is van, dokumentumok. Igazából az 1900-as évektől kezdve van, hiszen a történelmet, Röszke történelmére azt kell tudni, hogy 1950-ben lett önálló, és az előtte lévő dokumentumok, írásos anyagok azért Szegeden lehetőek fel, úgyhogy mi csak ilyen magánjellegű dokumentumokhoz tudunk így hozzájutni. Említsen néhány érdekesebb tárgyat a kiállításról. Látható igazából zászlók. Ez azért szerintem nem olyan nagyon régiek, hiszen azért még sokan találkoztunk az úttörőkkel, kisdobosokkal, kisztagokkal. Van egy nagyon eredeti, jó kis anyag. Az első világháborús emlékmű, ami itt van a parkban, a Művelődési Ház parkjában, az 1925-ben épült, és 48-ban tervezték, hogy ezt az emlékművet átalakítják. Nekünk megvan az eredeti árajánlat, és úgymond hozzá mindenféle dokumentum, hogy mi készült volna belőle, ami hál' Istennek nem valósult meg, úgyhogy eredeti formájában fennmaradt az emlékmű is. Az előbb, ahogy körbenéztem, láttam itt egy mozgó urnát, aztán kiderült, hogy ez a urna mostanában mozog, de régen nem mozgott. Igazából még ma is használjuk, mert azért tudjuk, hogy ami régen készült, az nagyon strapabíró, és régen helyben használták, tehát szavazó urnaként. Most már mozgó urnaként használjuk, de nagyon-nagyon jó funkciót tölt be, tehát a mai nap folyamán is, tehát a mai napig is használatban van. A gyerekek mire csodálkoztak rá legjobban? Igazából, hogyha azt mondjuk, hogy történelem, ők nem nagyon tudják még hova tenni, de mikor elkezdünk években beszélni, tehát hogy 100 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, akkor rácsodálkoznak. A Művelődési Háznak a régi képe nagyon tetszett nekik. Igazából megbeszéltük, hogy a formája változatlan maradt, hiszen helyi védettség alatt van, de hogy nézett ki régen, akkor az épületek, amik ma is állnak, hogy néztek ki régen, és igazából a jeles röszkélyeket beszéltük még át, amiről szerintem nagyon-nagyon lényeges és fontos, hogy tudjanak. Említsünk közülük néhányat. Kéri László, ő politológus, ugye a heti hetesből ismerjük jobban, ő röszkei származású, akkor helyi plébánosaink vannak. Kopasz Antal, ő azért nagyon-nagyon sokat tett Röszkéért, az ő gyűjtése alapján Móricz Zsigmond megírta a Rózsa Sándor a lovát ugratja, akkor Boris István, ő is nagyon ismert helyi személyiség, ő is pap volt, ő a II. Világháború ideje alatt és az oroszok ideje alatt nagyon-nagyon sokat tett a településért, Magyar Katalin, akit ugye a Hely Krisztina írójaként ismerhetünk meg, ő is röszkei származású. Itt a kis számú tárgyi emlék közül kimondottan érdekeseket is láttam. Például van itt egy gombos tangóharmonika. Az hogy kerülhetett ide? Megmondom őszintén, hogy nagyon kedves röszkei lakos ajánlotta föl csak a kiállítás idejére, és nagyon kell rá vigyáznunk. A
nagy szüleinek a padlásáról került le, és azt mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha ha más is látna ilyet. Megmondom őszintén, hogy még én se láttam tangóharmonikát élőben, csak képről vagy videóanyagban, és nagyon tetszik, mert szól. Tehát működőképes állapotban van még most is. Hát ezt véletlenül valamelyik orosz kiskatona hagyta itt, mert jellemzően a gombos tangóharmonikán ők játszott. Igen, azért röszkén az oroszok sokáig itt tartózkodtak, nagyon-nagyon mély nyomokat is hagyva maguk után. Többek között az is, hogy azért köztudatban van, hogy a művelődési házat régebben Ruszki Hotelnek hívták, mivel hogy a röszkélyek megunták azt, hogy az orosz katonák náluk élősködnek, náluk vannak elszállásolva, és mindenüket fölélik. Kitalálták azt, hogy járvány ütött ki a településen, és az orosz katonák nagyon féltek a járványoktól, és ide voltak elszállásolva. 876-an laktak itt. Szinte hihetetlen. A gyerekek fölismerték-e azt a fateknőt, hogy ez tulajdonképpen milyen csoda lehet? Megmondom őszintén, hogy nem nagyon. Tehát ők nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy régen nem volt világítás, vagy nem begyújtjuk otthon a gáztűz helyet, és már egyből főzzük a teát, vagy nem automata mosógéppel mosunk. Mindenre rácsodálkoznak. Igazából én azt látom, hogy ha beszélgetünk róla, az nem mindig maradandó, de hogyha látják, és konkrétan meg is van mutatva, akkor úgy mély nyomot hagy bennük, és akkor a későbbiek folyamán tudni fogják. Most a mai nap folyamán egy misekönyvet mutattam nekik, ami 1913-ban készült. Igazából, mikor beszéltünk róla, úgy jó, van. De mikor látták, kinyitották, belenéztek, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennük, és nagyon örültek neki, hogy egy ilyen könyvet is láthatnak.